óriási élmény, hogy első magyarként a legnagyobb magyar játékosra elnevezett futásdíjat át tudtam menni, és azt úgy gondolom, hogy nem csak nekem egy óriási megtiszteltetés, hanem úgy gondolom, hogy ez Magyarországnak is, mert ugye 10 év után elsőnek magyarként jelöltek, és ezt sikerült is megnyernem. Tegnap reggel ugyanitt hoztam egy példányát a FIFA Puskás díjnak, de arra kértem Jordi Danielt, hogy még ne fontossa meg, mert estére úgyis lesz egy saját példánya. Is van, el is hozta, haza is tért. Szó szerint hazatért a Puskás díj, aminek nyilván jelképes ereje van. Tegnap adtam egy Puskás labdát, ami szerencsére hozott, akkor most mondjuk egy Puskás meszt. A pályafutások további részében szerencsét hozzám, hogy tudod átvenni, mert Puskás díjat kell tartani, de nem fog a jövő. Kit hívtál fel először a gála után, illetve van egy ilyen szokás, hogy nem többére bélyegyőzzenek után, hogy a győztesek együtt alszanak a trófeával, és akkor már vetted az éjszakadban elekről? Először is a szüleimet hívtam mindenképpen fel, és igen, ez így igaz, ott aludt mellettem. Dani, ugye mondtad, hogy először a szüleidet hívtad fel, mik voltak az első szavaik hozzád? Hát amikor felhívtam én édesanyámat, ugye az már hát úgymond két órával később volt, de még akkor is megkönnyezte. Azt mondta, hogy miért, amikor kimondták, mert egyből elkezdett sírni, és nyilván nagyon büszke voltam. Dami, ha jól hallottam, Jürgen Klopp azt írta neked, most már jöttek a kisebb gólok is, mondom erre most Kovács Zoltán is figyel, hogy állsz ez a kérdéshez? Igen, úgy gondolom, hogy ez óriási dolog, hogy ezt a díjat meg tudtam szerezni, de úgymond semmit sem fog érni, ha a továbbiakban nem fogom oda tenni magam, és nem fog kőkeményen edzeni, és azt meg tudom most ígérni, hogy tőlem tehető mindennek fog tenni azért, hogy sikeres pályafutást tussak el. Kevés játékosnak adatik neki a csúcson kezdődöttön a pályafutását. Ez neked lendületet ad a továbbiakhoz, vagy nyomasztani fog, mert minden nehéz folyamat? Hát nyomasztani mindenki, és semmiféleképpen nem fog. Már a gála előtt, amikor a Zsorzival kint ültünk, és ugye jöttek a nagyobb, már nagyobb sztárok, már akkor mondtam a Zsoltának, hogy én már igazából nem is a gálát várom, hanem azt várom, hogy hazamegyek és edzessek, és hogy minél hamarabb tudjak játszani ugye a csapatba, és gólokat tudjak szerezni. Szerintem ez a beszélő átesem adott kis oldalára, vagy tudod kezelni ezt a helyzetet, amikor csöppen kell, vagy akár ugye a hátulát, vagy a hasonló szintben az a helyzetet felkapni, és hogy... Nem egyáltalán. Nem gondolom, hogy át fogok esni a lóg túloldalára. Ugye akkor is már ez szóba jött, és ugye Debrecenben is segítettek ugye a Tőzsér Dani, a Mészáros Norbi, a rutinos játékosok, hogy kell kezelni ezt a dolgot, és ugye ez most nagyon meglepő, mert nem meglepő, mert már egyszer a rangadó diátadó gálán is ezt át tudtam menni, és talán valami olyan probléma lenne, amit nem hiszek, akkor biztos, hogy a Juhászoli vagy a Puszti Szabi fenébe fog villantani. Melyik volt a nehezebb beolózni Bódi keresztlabdáját, hogy tegnap kiállni ennyi emberrel és világszerű futbolisták kerül? Mindkettő nehéz volt, de úgy gondolom, hogy nehezebb volt kiállni a színpadra, hogy elmondani a beszédet. Mit szólsz hozzá, Dani, hogy a románok magukének érzik a díjat? Kicsit erős kérdés volt, de én mindenféleképpen magyarnak tartom magam, és ugye románul nem is nagyon beszélek, még tudom, megint meg se tudom érteni magam. Hogyha talán ugye, a válogatottsággal lenne szó, akkor mindenképpen magyar válogatottat nem választom. Másik két döntős futballistával beszéltél a gólokról, vagy akár a gólokról? Ugye a Quintero, ha jól tudom, ő nem volt ott. A Messi az meg nagyon nehéz volt oda közel hozzájuk, mert mindenki letámadta, és ő igazából csak 5-5 szóval nem beszéltem az ütkásra.
Ugye az Insta Storydon láttuk, hogy Sergio Ramosszal készítettél közös fotót, és csak egy közös fotó volt, vagy esetleg beszélgetettek is, és ha igen, akkor mit mondott neked? Nem, igazából az csak egy közös fotó volt, egy találkozás, nem beszéltünk nagyon szintesen. Az egészségi állapotot mikor teszi lehetővé, hogy bemutatkozzál a Fehérvár csapatában? Ugye sajnos két hete sérültem meg, és úgymond ez egy nagyon bal szerencsés dolog, mert Debrecenben, jól emlékszem, kb. Egy évig nem voltam sérült, egy edzést nem hagytam ki, és itt időttem sajnos egyből megsérültem, ennek nagyon nem örültem, de holnap mindenképpen megpróbálok külön munkát végezni, de még a csapattal egyből nem lehet, de azon leszünk, hogy minél hamarabb felépüljek, én is, és a szakmai stáb is, és minél hamarabb tudjak mutatkozni.